Zsúfolásig megtelt a Kisvárdai Sporthotel konferencia terme csütörtökön. A bolygó ébredése címmel itt rendezte meg zöld aktivitásáról szóló konferenciáját a Hieroteos Egyesület, amely egy nagy konzorcium partnereként vállalta az észak-kelet-magyarországi régió szemlélet formálási törekvésének megjelenítését. Az előadás sorozatban kiemelt téma volt a körforgásos gazdálkodás és a tudatos hulladék gazdálkodás jelentősége. Azok a folyamatok, azok a körforgásos gazdasággal, a bolygónk jövőjével kapcsolatos folyamatok, amelyekben benne vagyunk, bár lokális megoldásokat is igényelnek, és a vásárosreményi vagy a nyíregyházi rendezvényünk lokális, regionális vagy maximum országos kiterjedésű megoldásokról, alternatívákról szól, de nem felejthetjük el azt, hogy ez egy globális kérdéskör. A körforgásos gazdaság, a bolygónk jövője, a fenntartható fejlődés, ugye, az egy globális kérdés. És a mai konferenciát ennek a globális nézőpontnak, ennek a globális aspektusnak szenteljük. Vannak olyan magyar emberek, magyar elmék, akik ebben az ügyben, ebben a szemléletformáló misszióban globális szinten vesznek részt. Ilyen például az idén 20 éves Kisvárdai Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, melynek eddigi történetét a közönség előtt is levetítették a konferencián. A szervezet amellett, hogy helyi és régió szinten sokat tesz a fenntarthatóságért és a szemléletformálásért, afrikai országokban is rendszeresen végez karitatív tevékenységet. Az egyesületet több mint 20 éve alapítottuk, és hát környezetvédelem, természetvédelem mindig is fókuszban volt a tevékenységeink között. A holisztikus szemléletet képviseljük, tehát azért a szociális kérdésekre is figyelünk. Itt Magyarországon, ezen belül főleg Kisvárda és környékén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, határon túl, Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, illetve dolgozunk elsősorban az afrikai kontinensen, mint fejlődő régióban, ott egy kiemelt támogató partnerünk a Hungary Helps ügynökség. Sesták Miklós a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a 21. századi embernek hatalmas felelőssége van abban, hogy a Föld több száz év múlva is élhető legyen, ezért van szükség a szemléletformáló programokra. Nagyon jó a előadássorozat címe is, az, hogy bolygó ébredése. Azt gondolom, ebben az egy kis mondatban minden benne van, és főleg, hogyha végignéztünk a jelenlévőkön, hogy a 80%-a az 18 év alatti fiatal. Ez azért arról szól, hogy hogyan lehet ma a 21. században, a rohanó világban az ökológiai lábnyomot csökkenteni. A Bolygó Ébredése című konferencia a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében valósult meg. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.